Hatalmas taps és üdrivalgás vette kezdetét, miután megkerült a kis nyári Gergő Dávid. A szakemberek azonnal mentőfóliával takarták be a 6 éves fiút, az eltűnését követően csak nem 24 órával találtak rá, március 28-án. A helyiek egytől egyig nagyon aggódtak érte. Fönn volt a Facebookon is, fölrakták, megköszönték, mikor megtalálták, de nagyon sokan voltak. Nagyon, meg itt a szomszédom is beteg, én itt találtam. Nagyon hideg volt, meg sokan, itt volt ez a leány, és sokan voltunk. Jaj, mondom, drága jó Istenem, csak legyen meg. Én örülök neki, hogy megvan a szomszédba kisfiú, mert sajnáltam őket nagyon. Nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik itt nappal vált éve mentek és keresték az unokámat. A kisfiú jelenleg kórházban van, megfigyelés alatt tartják, természetesen a szülők is mellette vannak, így csak a dédnagymamát érte utolstábunk. Én mikor megtudtam, hogy a kisgyerek megvan, ha az itt nem kiugrok a bőrömből, olyan boldog voltam, és egész éjjel arra kértem a jó Isten, hogy vezess el az embereket oda, ahol van. Hozzák vissza épségbe, mert mindig én vigyáztam rá, örökké. És akkor kinyitottam a kezem, kifut a kertembe, és ő volt. Egy biztos, most már fellélegezhet az aggódó család, hiszen csodával határos módon Gergő épségben került elő. A keresésben egyébként több százan vettek részt, az ország számos pontjáról érkeztek kutatómentők és önkéntesek, akik segítették az egyenruhások munkáját. Másnap már a TEK munkatársai is csatlakoztak a kutatáshoz. Éppen egy kutatásban voltunk, az erdős területet vizsgáltuk át már többedik alkalommal, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy két civil szalad be a vetésbe, és elkezdenek kiabálni, illetve integetni. Nagyon gyorsan a kollégáimmal együtt, illetve a TEK munkatársaival a helyszínre szaladtunk, ahol végül is sikeresen megtalálták a gyermeket. Addigra már egy terepjáróban ült, és már kabáttal betakargatták. Nem sokkal később megérkezett a TEK orvosa is, aki elsődlegesen megvizsgálta a kisfiút, majd a faluba vitték a családi házhoz, ezt követően oda pedig egy mentő érkezett, aki elszállította a kisgyereket. Az autista kisfiút végül két önkéntes kutyáspaksi férfi, Góman Dávid és Jelencsik Zsolt találta meg. Mindenkinek nagyon nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni azért, hogy ezt a társadalmi összefogást segítették, és végül sikerült a kisgyereket 24 órán belül megtalálni, hiszen nagyon fontos volt az idő, folyamatosan az idővel harcoltunk, hogy egészségben és épségben a gyermeket megtaláljuk. Mai napig kórházban van, megfigyelés alatt, azonban nem sokára haza fogják engedni családjához. Az esettel kapcsolatban a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen.